kedd van, méghozzá egy gyönyörű, napsütéses, tavaszi keddi nap. Most ősszel. És hát az az igazság, hogy ilyenkor egy csomó mindent csinált az ember, például eláztathatja a pólóját, meg otthon is ülhet a szobában. De én inkább arra gondoltam, hogy már mindenfelé mászkálni fogunk a városban, és azt tanulmányozni fogjuk tudományos alapossággal. Méghozzá némi aktualitással fűszerezve. Igen, mert hogy megvoltak az önkormányzati választások, és talán mostanra már mindenki tudja, hogy mi lett a végeredmény, különös tekintettel Budapestre, ahol új főpolgármester van Karácsony Gergely személyében, és ez azért jelentős változás, mert az elmúlt 9 évben Tarlós István vezette ezt a várost. Tegyük hozzá, hogy ami tőle telt, azt megtette. Igen, az elmúlt 9 évben határozottan szebb lett a város, stabilabb, összeszedettebb, de azt is tegyük hozzá, hogy Tarlós habitusából fakadóan nem elsősorban ilyen modernizációs törekvések történtek, hanem olyan szépen finoman szépülgetett a város. Miközben nagyon sokan érezték úgy, hogy azért megérkeztünk a 21. századba, és lehet, hogy valami komoly stratégiai váltásra is lenne szükség, és az a helyzet, hogy a mostani főpolgármester azt ígérte, hogy ezt a stratégiai váltást végrehajtja, és ennek a legfőbb eleme nyilvánvalóan az, hogy most már nem autókra kell szabni egy várost, egy belvárost, egy nagyváros, hanem elsősorban gyalogosokra, meg alternatív közlekedési eszközökre. Egyrészt már az egészségesebb, másrészt már jópofább, hát meg egyáltalán. Szóval a mai adást az pontosan ennek fogjuk szentelni. Egyrészt megnézzük, hogy milyen ígéretek vannak, hogy aztán majd betartathassuk őket, másrészt meg megnézzük, hogy milyen egyéb fejlesztési ötletek merültek fel az elmúlt 5-10, hát nagyjából 5-10 évben, hogy legyen hova nyúlni, és hogy legyen valamiféle víziónk arról, hogy hova lehetne eljutatni ezt a várost, hogyha igazán megérkezne a 21. században. Szóval most végig cikázunk a belvároson körúttól körútig, sőt egy kicsit még azon is túl, és megnézzük a lehetőségeket. A dugódi praktikusan valamilyen forgalomcsökkentett zónát jelent a belvárosban, ahová csak pénz megfizetése mellett hatolhatnak be a gépjárművek, de azt gondolom, hogy miután ez egyrészt kötelező, hiszen az Európai Unió felé vállaltunk valami ilyesmit, akkor amikor kértünk egy csomó pénzt a 4-es metróra, és hogyha nem teljesítjük a dugódíjat, akkor vissza kell fizetnünk ezt a rakáspénzt. Valójában ennél sokkal nagyobb perspektívák is vannak a belváros autómentessé tételében. Nem egyszerűen csökkenteni valamelyest a forgalmat, hanem drasztikusan visszavenni belőle, és bár ez nem Karácsonyéknak volt a programja, hanem sokkal inkább Puzsé Robertnek, és beszéltem is róla tavaly egy videóban, én azt gondolom, hogy ebben hatalmas lehetőségek vannak, és ezzel kéne foglalkozni, és Robit megkérdezni, hogy hogyan képzelte ezt el, meg elolvasni a programját, meg konzultálni vele, és minél többet meríteni belőle, hiszen egy olyan belváros, ami alapvetően inkább lábbal, sétálva gyalogolható át, mint autókkal, meg buszokkal, meg minden egyébben, az sokkal barátságosabb, sokkal emberségesebb, és a sokkal több lehetőséget biztosít arra, hogy ne fulladjunk bele a smogba. Nyilvánvalóan ettől még azok az autók, amik költöztetnek, meg amik reggel hozzák az árut, meg hasonlók, azok mind behatolhatnak a belvárosba, de csak azért, hogy valaki gyorsabban jusson át Budapesten, ne pöfögjön az 5. kerületben, meg azokban a kerületekben, amik errefele vannak. Azért állunk egyébként itt, ezelőtt a gyönyörű Terézváros felirat előtt, amit virágokból raktak össze, mert az egyik dugódi elképzelés szerint itt lenne valahol a határ, a fizetési határ a Nagykörútnál, de lehet, hogy a Hungária körútnál, hát ez majd kialakul. Valami legyen! Egységes elektronikus tömegközlekedési jegyeket és bérleteket. De olyat, ami működik is. És a súghatok olyat, amivel a bubit is ki lehet bérelni, meg valami rollerre is fel lehet ugrani. Van mögöttem az egyik kedvenc témám, az 5-ös metró. Na jó, ezt egy kicsit kifejtem. Engedjük elvenni, és kifejtem, hogy mire gondoltam. Szóval 5-ös metró mögött alatt nem azt a nyomort értem, amivel már egyszer próbálkoztak, nem is olyan régen, hogy a Hévet egyszerűen átnevezték 5-ös metróra, hanem arra a koncepcióra, amit még Vitézi Dávid mutatott nekem, amikor azokban a boldog időkben, amikor ő állt a BKK élén, és mint az egyik legszebb tervet mutatta, hogy hogyan lehetne Budapest tömegközlekedését feldobni, és én azóta is mód felett lelkes vagyok az 5-ös metró koncepcióját illetően. 5-ös metró ugyan valóban hév, de csak egy kis ideig, aztán utána átmegy metróba, aztán utána megint hév lesz. Ugyanis ez abból áll, hogy fogjuk ezt a Csepeli hévet, ami hát azért jó messzire kimegy Budapest belvárosából,
itt mögöttem levisszük a föld alá, aztán jó sokáig ott tartjuk a föld alatt, elmegy egészen a Margit szigetig, átmegy a sziget alatt, aztán kijön a túloldalon, és belecsatlakozik a Szentendrei hévbe, és gondoljatok bele, hogy ez mennyire fantasztikus, egy olyan metróvonal, ami gyakorlatilag Budapesttől északra található településeket is összeköt Budapesttől délre található településekkel, és hogy mennyi ember tudná ezt a közlekedési eszközt választani autó helyett, hiszen ez kényelmesebb, gyorsabb és egyszerűbb lenne mindennél. És hát gyakorlatilag ilyen Szigethalomtól, vagy én nem is tudom honnan lehetne eljutni egészen Szentendréig, szóval még ilyen középtávolsági közlekedése is bőven alkalmas lenne, de arra mindenféleképpen, hogy rengeteg embert kivigyen az autóból, rengeteg embernek tegye kényelmesebbé és gyorsabbá a közlekedését. Szóval, bár az ötös metróról azt hiszem, hogy senki sem beszélt ebben a kampányban, és nyilvánvalóan ilyen horrorisztikus költségei lennének, éppen ezért nem is lehet senkin se számon kérni, én azt gondolom, hogy igenis kérjük számon. Szóval, hogy ez jár Budapestnek, ez nagyon-nagyon kellene Budapestnek, és ez hasznosabb lenne talán bármilyen tömegközlekedési fejlesztésnél. Nem vagyok ennek a szakértője, de én legalábbis nagyon-nagyon bízom ebben az ötös metró projektben. Minden normális városban van ilyesmi. Beugrasz a belvárosban valami pályaudvarra, felszállsz egy vonatra, és hip-hop már ott is vagy a repülőtéren. Ideje, hogy nálunk is legyen ilyesmi. Saját kép? Igen. Te festetted? Igen. Festő vagy? És árulod, vagy mit csinálsz vele? Kiállításra viszont. Akik esetleg nem tudnák, a budapesti közműrendszer az körülbelül olyasmi, mint a lazánya, ahol ilyen nagyon szépen egymásra rakódnak a rétegek. Na most itt is egymásra rakódnak a rétegek az elektromos hálózatnak, meg a csatorna hálózatnak, a gáznak, meg mindannak, ami befut a házakba. Csak hogy ezt a lazányét, ezt fogták, így a földhöz vágták, és jól megtaposták, és egy kicsit még egy turmizgépet is rányomtak, szóval, hogy nagyjából így néznek ki a közművek az egyes házaknál, és ez a legfőbb akadálya annak, hogy normálisan lehessen parkosítani, meg fákkal teleültetni az utcákat, hiszen elhatározott, hogy mondjuk ide kéne neked egy fa, ezt azért tudom, mert a Zöldítsük ki Budapestet programnak is ez az egyik rákfené, hogy valahogy megoldjuk ezt a problémát, szóval, hogy ide ültetünk egy fát, mert innen kellően messze vagyunk az elektromos hálózattól, de kiderül, hogy itt van a gázvezeték, oké, odébb rakjuk, de kiderül, hogy ott meg valamilyen teljesen más csatorna csapódik be a házba, szóval ezek a szerviz alagutak, amik felmerültek, hogy amikor bármilyen felújítás van egy utcában, akkor létrehoznak ilyen egységes szerviz alagutakat, és abba tömködik bele az összes csövet, hogy ezek koncentráltan legyenek. Ez azért borzasztó fontos, mert ezek lehetővé tennék, hogy például az az útszakasz, ahol most sétálok, az ne ilyen kopár legyen, ne ilyen szürke legyen, hanem zöld legyen. Apropó, Zöldítsük ki Budapestet program nem állt le, csak vártuk az önkormányzati választásokat, és most abban a szuper jó fej 11. kerületben, ahol ezt az egészet felvállalták, ott éppen rendszerváltás van, szóval a fideszes városvezetést elzavarták, és meglátjuk, hogy nulláról kell-e újra kezdenünk, vagy folytatjuk, ahol abba hagytuk. Több és jobb, mint amennyi van, mert persze sokat javult a helyzet az elmúlt években, azért ez van még bőven hová fejleszteni, hiszen nemrég volt, hogy Robival Bécsben jártunk, ami egy Budapesttel összemérhető, mérhető város, hát majdnem tök ugyanakkora, és ott akármerre mentünk, mindig lehetett kényelmesen, biztonságosan bringázni. És a Google Maps is tudta mindig, hogy merre érdemes A pontból B pontba eljutni bringával. Viszont leszálltam itthon a keleti pályaudvaron, és akkor a Google Maps-t próbáltam a továbbiakban is használni, hogy navigáljon haza bringával, merre érdemes menni, és közölte, hogy nincsen útvonal a két terület között, mert hogy nincsen normális, biztonságos bringás közlekedés egy csomó pont között Budapesten. Legyen! Az is a tervek között szerepel, hogy megtiltják ezeknek a bazi nagy szállodahajóknak, amik kitakarják a Dunát a belvárosban, hogy ott parkoljanak húzamosabb ideig, és kizavarják ide a külsőbb részekre őket, vagy még ennél is külsőbb részekre, hogy ez zavarják a kilátást. Ja, és megtiltják a dízel motorok használatát, hogy arról töltsék őket, amit szerintem mindenki, aki kicsit is jár néha a vízpartok közelébe, tapsikolással fogad, mert elképesztően büdös tud lenni a Duna ezektől a pöfékelő dízel motoroktól. Hogy az ehhez hasonló izék használatát ne büntessék, hanem keretek közé szorítsák, mint általában az európai városokban. Szóval nyilvánvalóan nem jó opció az, hogyha valaki ilyesmivel üti el a
az állampolgárokat és a többi embert, éppen ezért meg kell határozni, hogy hol, milyen körülmények között lehet velük közlekedni, viszont ezek segíthetnek abban, hogy kevesebb autó legyen a belvárosban, hogy elektromos közlekedéssel álljunk át az olyan távolságokon, amik mondjuk gyalog már túl messzire lennének, de hát az autó meg nem egy jó megoldás mindenre városban. Szóval, hogy ezt nem tiltani kéne, hanem normálisan szabályozni. És egy kicsit jobban megértsük, hogy miről van szó. Szóval itt vannak ezek a kis gépek, amiket gyakorlatilag mindenki ismer, aki Budapesten autóval járkál, és megpróbál leparkolni, és nem csak ismerjük, hanem valójában utáljuk is. Szóval én még nem találkoztam emberrel, aki azt mondta volna, hogy imád fizetni pénzt azért, hogy az autóval leáll az utcára. Ezt többnyire megcsináljuk muszájból, egyrészt azért, mert kényszerítenek rá minket, büntetést kapnánk, másrészt meg, mert talán tudjuk, vagy legalábbis azt gondoltuk, hogy jó helyre kerül a pénz. Na most ehhez képest az utóbbi időkben azért kiderült, hogy ez a pénz ez baromira nem az önkormányzathoz kerül, és baromira nem utak lesznek belőle, meg iskolák, mondjuk már az iskolák sincsenek az önkormányzatnál, de hogy nem ilyen önkormányzati dolgok készülnek belőle, hanem mindenféle érdekkörök elrakják azt a pénzt, és hát gyakorlatilag előfordul az önkormányzatnak, még pluszba kell fizetnie azért, hogy valaki beszedi ezeket a pénzeket. Szóval teljesen abszurd az egész történet, és hogy azért beszélünk erről pont itt a 9. kerületben, mert itt például Baranyi Krisztina azért tudott polgármesterré válni, mert ő felkarolta ezt az ügyet, és az utóbbi hónapokban, sőt években rendkívül sokat foglalkozott azzal a parkolási maffiával, ami gyakorlatilag így fogta a pénzedet, elvette, és megtartotta. Na most nyilvánvalóan nem csak ebben az egy kerületben történtek hasonló esetek, hanem városszerte több párt részvételével, és éppen ezért nehéz is egy kicsit kibogozni az ügyet, meg nehéz függetleníteni a magát bármilyen politikusnak mindettől, hiszen behálózza gyakorlatilag a teljes közéletet a parkolási maffia, de hogyha lenne egy egységes rendszer, méghozzá egy olyan rendszer, aminél a pénzbeszedést, meg ennek az egész hálózatnak az üzemeltetését sokkal inkább az önkormányzatok vagy Budapest vállalná, mint külső cégek, hogy legalább tiszták lennének azok a szerződések, és több maradna a városnál, mint amennyi nem, sokkal-sokkal több, akkor ez egy komoly előrelépés lenne. Egy csomó pénzhez juthatna a várost, a kerületek is egy csomó pénzhez juthatnának, és nem jutnának pénzhez olyan emberek, akik nem akarjuk, hogy sok pénzhez jussanak. Szóval egységes parkolási rendszer. Ja, és azt egyébként tudtátok, hogy a Nemzetiben a WordPress fotókiállítás mellett Borsi Flóra kiállítás is van? Ha? Menőség. Ez itt a Városháza parkolója. Itt parkolnak bent az urak. Pontosabban azok az emberek, akik a Városházán dolgoznak, és akiknek van lehetőségük bejárni oda, és ilyen kényelmesen elhelyezkedni oda bent az autóval. És azért tudnak nagyon kényelmesen elhelyezkedni oda bent, mert baromi nagy terület áll rendelkezésre. Megmutatom. Szóval, hogy itt vagyunk a belváros közepén, ahol viszonylag kevés a zöld terület, meg kevés az a lehetőség, ahol az ember csak úgy kiülhet. Szerencsére egyre több, de még mindig nem elég. És itt ennek az egésznek a közepén itt van ez a hatalmas terület, amit arra használnak, hogy ilyen ritkásan bent ácsorogjanak az autók, ahelyett, hogy átadnák a köznek, hogy mi is bemehessünk oda, nem parkolni, hanem ott lenni, fák alá beülni, lógatni a lábunkat, valami szökőkútban csobbanni, nyár közepén, mit tudom én, szóval egy csomó mindenre lehetne hasznosítani, és ehhez képest meg itt van gyakorlatilag az arcunkban ez a rettenet nagy terület, semmi értelmesen nem használva. Nyilván, aki itt parkol le minden nap, annak ez borzasztó értelmes a Városházán, és őt aztán biztos zavarná is, hogyha valami más parkolóhely után kellene néznie, de azt gondolom, hogy ez az udvar megérett arra, hogy a közé legyen, és a programban szerepelt is egyébként, hogy ezt átadják a köznek, ha minden igaz, úgyhogy kíváncsian várjuk, hogy végre teljesül-e ez az ígéret. Nagy kedvenc téma, a Dunapart totális átalakítása. Igen, ugyanis Budapesten ugyan átfolyik a Duna, de erről meglehetősen kevesen szerzünk tudomást, ugyanis van egy ilyen csöpnyi kis autópálya köztünk meg a Duna között, amit rakpartnak hívnak, és Karácsony Gergelyként vállalta is, hogy ezt a rakpartot ezt ugye elkezdi lezárogatni szakaszosan, de hogy ennél azért sokkal nagyobb fantázia van a történetben, nem egyszerűen csak le kell jutnunk valahogy a folyóhoz, hanem azt élővé kell tenni. És emlékszem, hogy amikor még az Egy nap a városban blog elindult, én nem is tudom mikor, ilyen 8-9 évvel ezelőtt talán, de lehet, hogy csak 8, tök mindegy. Szóval, hogy akkor volt egy terv, amit felkaptunk, és amiről írtunk a Szeretem Budapestet alapítvány projektnek a nem tudom én milyen terve, de a lényeg az volt, hogy abban tökéletesen leírták, hogy mit lehetne kezdeni a rakpartokkal, hogy lehetne éttermeket kivinni, meg ilyen tök jó favorításokat, meg ilyen napozó teraszokat, meg mindenféle jobb dolgot lehetne annál csinálni, mint hogy ilyen autók közlekednek itt, mi meg egyáltalán nem megyünk ki oda, mert a másik oldalon meg ugye ott vannak a hajók, amik mindenhol ott parkolnak. Szóval
Azt gondolom, hogy Budapest egy szuper jó város, ahol rengeteg fantasztikus dolog történt az elmúlt 10-20 évben, viszont a legnagyobb kincsünket, a Dunát, azt eddig semmilyen módon nem sikerült kiaknáznunk. Aknáznak ki kincseket? Na mindegy, szóval, hogy az a lényeg, hogy ebben óriási potenciál van, és sokkal jobb lenne a város a városlakóknak is, meg a turistáknak is, meg mindenkinek is, hogyha ezzel a kérdéssel elkezdenénk foglalkozni, és nyilvánvalóan őrületes költségei lennének annak, hogy ezt a forgalmat innen eltüntessük, alagútba rakjuk, vagy bármi hasonló, de azért ezt a világ számos fővárosában és nem fővárosában is megcsinálták már, úgyhogy Budapesten is itt a lehetőség, és miközben máshol ezt megcsinálták, de nem volt ilyen gyönyörű panorámájuk, nekünk itt van ez a lehetőség, és ezzel hatalmasat lehetne nyerni, úgyhogy történjen valami a Dunaparttal, legyen a város része, lakjuk be! Na, és ez a mai adás, ez nagyjából ennyi. Nyilvánvalóan, amit eddig láttunk, az nem fog mind megvalósulni. Egyrészt, mert arra a világ összes pénze nem lenne elég, másrészt meg egy csomó nem is fővárosi hatáskör. Hát harmadrészt meg azért, mert az ilyen választási ígéretek és koncepciók meg fantáziák nem szoktak egy az egyben megvalósulni, de ez egy jó kiindulási alap, amit hát azt nem mondom, hogy számon kérhetünk, mert egy csomó minden csak én adtam hozzá, de minden esetre egy ilyen vitaindítónak tök jó. Szóval én azt mondom, hogyha nektek is van ötletetek arra nézve, hogy mitől lehetne még sokkal jobb hely Budapest, mi az, amit én kifelejtettem, mi az, amire oda kéne figyelni, akár felújítási, akár ilyen humanitárius szempontok szerint, akkor azt okvetlenül írjátok le odalent kommentben, és kezdjünk el beszélni arról, hogy milyen irányba is akarjuk elindítani a város. Mert a végén még meg is valósul. Vagy nem. Minden estére kösz, hogy ma velem voltatok. Holnap találkozunk. Sziasztok!